Sziasztok! A mai videóban ezt a sminket fogom elkészíteni nektek. A különlegessége az az, hogy csupa-csupa újdonságot fogok használni hozzá. Rengeteg olyan dolog van itt, amit még egyáltalán nem is mutattam nektek videóban. Úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy most együtt próbálhatjuk ki őket. És egy kicsit közben beszélgetünk is, mert most valahogy ilyen kedvem van. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy hogyan és mivel készítem el ezt a sminket, illetve van kedvetek egy kicsit beszélgetni, kíváncsiak vagytok rá, hogy mi történik velem mostanában, akkor mindenféleképpen tartsatok velem, de előtte ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornámra, hiszen már alig pár száz ember hiányzik a 20 000 feliratkozóhoz, és én nagyon boldog lennék, hogyha év végéig összejönne, úgyhogy kérlek, hogy kattintsatok a videó alatt a feliratkozás gombra. Kezdjünk akkor a primerre, a Smashbox Photo Finish olajmentes primert fogom használni, ami elvileg segít feltölteni a finom vonalakat, illetve a pórusokat, valamint tartósabbá is teszi a sminket, és elvileg egyébként önmagával is használható, de én most smink alapként fogom használni. Amint láthatjátok, van egy-két csúnyaság itt az arcomon, ami igazából nem tudom, hogy minek köszönhető, de lehet, hogy ettem valami olyasmit, ami nem tetszett a bőrömnek. Most lehet, hogy ez így furcsának fog tűnni, de nem bírom, hogy ne próbáljam ki ezt a Vagergy Inka Inki Gold ilyen ragyogást adó alapot is. Lehet, hogy nem kéne két ilyen primer-szerűséget egymásra kennem, de ezt egyszerűen muszáj kipróbálnom, mert annyira gyönyörű fényt ad, hogy erre most mindenképpen szükségem van. Igazából teljesen más az állaga, mint a Smashbox primernek. Ezeket a kis pirosságokat megpróbálom eltüntetni a Catrice Camouflage Cream Corrector Anti-Red változatával, ami egy ilyen zöld korrektor, és ez ugye segít semlegesíteni a pirosságot, és ezt ugye az alapozó előtt kell használni, nem pedig utána. Jöhet az alapozó, ami a Clinique Super Balanced Silk Makeup 15-ös fényvédővel, ez a 05-ös Silk Ivory árnyalat. Az egyetlen dolog, amit sajnálok ebben, az az, hogy ilyen üveges kiöntős, tehát nincsen pumpája. Persze nem lehetetlenség használni, de én kevésbé szeretem az ilyen kiöntős alapozókat. Egyébként hihetetlen, hogy mennyire, nem is az, hogy süt a nap, hanem konkrétan tűz a nap ezerrel, ugyanakkor meg tök hideg van odakint, a szél is fúj, de remélem, hogy azért jók lesznek a fények ebben a videóban, mert hát sajnos az sem jó igazából, hogyha ennyire tűz a nap. Ja, és hogyha esetleg hallotok ilyen furcsa zajokat beszűrődni, akkor az azért van, mert a lift a házban néhány napja elég érdekes hangokat ad ki, amikor közlekedik fel-le, úgyhogy nagyjából mindig lehet tudni, hogy hányadikon jár éppen a lift, mert ilyen nagyon fura hangokat ad ki. Hát remélem, hogy megcsinálják majd, mert azért így éjjel eléggé zavaró tud lenni. Én legalábbis minden hangra felébredek. Így néz ki az alapozó. Szerintem szép a fedése, de azért lehet látni, hogy itt ezeket a pirosságokat nem fedte el, úgyhogy ide tenni fogok korrektort, illetve a szem alá felviszem a Maybelline Fit Me korrektort, ez a 15-ös árnyalat. Ezt nagyon jól el lehet itt oszlatni szem alatt, én most újjal fogom felvinni. És akkor ide a kis pirosságokra pedig teszek a Love Confidential Camouflage Concealer palettából, amiben 4 darab korrektor található. És én most szerintem ezt fogom használni a bőrhibákra, ezt itt. Van hozzá egy kis esetke, de én úgy döntöttem, hogy újjal viszem fel.
Most pedig akkor rögzítem az alapozót, meg a korrektor púderre, mégpedig a NYX HD Finishing Powdert fogom használni. Ez a 01-es Translucent, tehát átlátszó. Igazából csak ide a T-zónába teszek egy keveset, meg a szem alá, mert ilyenkor télen azért szárazabb a bőröm, és vannak olyan púderek, amik ezt sajnos kihangsúlyozzák. Jöhet a pirosító, a Pupa Velvet Garden pirosítót fogom használni, ami három színből áll, és ezt a háromat így összekeverem, és úgy viszem fel az orcámra. Nagyon kis, kellemes, visszafogott színe van, és szép fényt is ad. Na, ez a lift volt. Igen, nem tudom, hogy behaladszódott-e. Ja, és kontúrozni is fogok, szintén Pupa termékkel, ez a Contouring and Strobing Ready for Selfie paletta, és ebből ezzel a matt színnel fogok kontúrozni, és a fölötte lévő fényes highlightert használom. Ez egyébként egy Essence ecset, amit használok, de ha jól emlékszem, akkor sajnos limitált volt. Az Under My Umbrella rendkiadásban volt, de annyira szeretem, hogy mióta megvan, ezt használom kontúrozáshoz. Érdekes, hogy a videón mindig sokkal intenzívebbnek látszik a kontúr, mint amilyen valójában, tehát én itt élőben alig látom, de a videón látom, hogy tökre erős. Nem tudom, ez hogy van. Jöhet a highlighter is, ez a fényes szín itt, és ezt pedig egy ilyen Jessup ecsettel fogom használni, amit nagyon szeretek highlighterekhez. Szerintem látszódik, hogy milyen szép fénye van ennek a highlighternek. Jöhet a szemsmink. Először is a The Body Shop Eye Color Sticket fogom használni, ami egy ilyen krémes szemfesték stíp tulajdonképpen, és ez a Siberian Quartz árnyalat, ami egy ilyen, hát nem is tudom, lilás, bordós szín, és úgy gondoltam, hogy ez most alapként nagyon jó lesz. Ezután szintén egy Body Shop termék jön, mégpedig a Down to Earth paletták közül a True Romance változat, aminek ilyen a kis papírtokja. És ez így néz ki, megmondom őszintén, hogy én ezt valamiért lilásabbnak gondoltam, lehet, hogy megzavarta a csomagolása, de ebben inkább ilyen tópos színek vannak, mindegy, minden esetre ezt fogom használni. Szerintem ezt a színt felviszem egy lapos ecsettel a szemhéjamra, azzal fogom kezdeni. Nem tudom ti amúgy, hogy álltok a karácsonyi készülődéssel, de én szerencsére idén nem. Nem viszem túlzásba a dolgot, úgy értem, hogy nem nagyon feszülök rá erre az egészre. Az ajándékozást is megoldjuk. Lájtosan a férjemnek már megrendeltem, Black Friday alkalmából sikerült neki lecsapnom az ajándékokra online, úgyhogy még sorban sem kellett állnom érte. Nem tudom ti, hogy viszonyultok amúgy ehhez a Black Friday-hez, de én most rendeltem pár dolgot, közben viszont elmondom, hogy ezt a színt fogom használni a mélyítő vonalban árnyékolásra, egy puffy ecsettel. Ez egy ilyen, hát egy ilyen matt szürkés színnek nézem. Szóval én idén nagyon örültem a Black Friday-nek, ugyanis egyrészt így a férjemnek tudtam venni karácsonyi ajándékot olcsóbban, mint ahogy azt terveztem. Másrészt meg a babaszobába is, vagy hát gyerekszobába is rendeltem néhány ilyen dekorcuccot, aminek szintén nagyon örülök, mert azokat szintén akciósan tudtam így megvenni. Most már elkezdtem azért beszerezni azokat a dolgokat, amiket szeretnék majd a gyerekszobába, de szerintem hamarosan megint fogok csinálni egy ilyen várandós vlogot, és akkor egy kicsit mesélek majd erről, hogy hogy is lesz a gyerekszoba,
meg miket vettem bele. Illetve hát magamnak is vettem egy-két dolgot azért Black Friday alkalmából. Ugyanis van egy külföldi YouTube-os, akit szerintem már több videóban emlegettem, Nicole Guerrero a neve. És neki van egy ilyen kozmetikai márkája, Best Damn Beauty a neve. És rengetegen ajnározzák az ajakmaszkot, ami ő csinál, ami igazából nem is feltétlenül ajakmaszk, hanem inkább egy ilyen ajakápoló, egy ilyen tégelyes ajakápoló, és azt mondják rá, hogy nagyon hasonlít a Dior Crème de Rose ajakápolójára, amit már sajnos nem lehet kapni. Black Friday alkalmából meg tudtam rendelni ezt a Best Damn Beauty ajakmaszkot, vagy ajak, nem tudom, ápolót, féláron, és ráadásul ingyen szállítással, még így sem volt egyébként olcsó, de hát így, hogy féláron volt, meg a szállítás is ingyen van, azért Amerikában elég húzós lett volna a dolog. De most így nagyon örülök neki, és nagyon várom már, hogy megérkezzen, mert baromi kíváncsi vagyok rá. Közben ebből a, hát nem is tudom, milyen csillámos, ilyen bordos lilás színből viszek fel ide a külső V-be egy kisebb fejű pufi ecsettel. Szóval ennek az ajakmasznak nagyon örülök. A Feel Unique oldalról rendeltem még egy-két dolgot. Sminket, illetve egy klinik arcápolót is, de szerintem ezeket majd valahol valamilyen formában bemutatom nektek. Ó, szomszéd kisgyerek sírtog el, úgy hallom. A Pupa palettából a highlightert fogom használni a belső szemzug kiemelésére, és egy ilyen picike ceruza ecsettel fogom felvinni. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy én idén nem stresszelem magam a karácsonyon, még majd kitalálom, hogy milyen menü legyen, miket süssek, olyan dolgokat, amiket én is megehetek, és remélhetőleg nagyon szép karácsonyunk lesz idén. Szerintem ez lesz az olyan első igazi közös karácsonyunk, mert hogy tavaly azért Lili kisebb volt, persze már akkor is felfogott belőle dolgokat, de szerintem idén azért már jobban fogja ezt az egészet értékelni. Az egyetlen dolog, amiért kicsit aggódok, hogy hova tegyük a karácsonyfát és mit csináljunk vele, mert hogy tavaly beletettük a járókába, és ez így nagyon jó volt és biztonságos, de most már nincs meg a járóka, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mit csináljunk vele, mert attól tartok, hogy Lili szét fogja szedni a fát. Na mindegy, erre még van néhány napom, hogy ezt kitaláljam. Közben felteszem a szempilla spirált, ami a Smashbox Full Exposure szempilla spirál. Ennek hagyományos szörkeféje van, ami egyébként óriási kefe. Így közelebbről nézem inkább, mert szerintem így is össze fogom kenni vele a szemhéjamat. Közben amúgy kentem a számra egy kis ajakbalzsamot, mert hihetetlenül száradak mostanában az ajkaim. Egyébként a karácsonyunk az valószínűleg nagyon hasonló lesz az előző évek karácsonyai szempontjából, mármint a menetrendet tekintve. 24-én itthon leszünk, hármasban. Aztán valószínűleg 25-én megyünk vidékre anyukámékhoz, illetve a férjem családjához, és akkor anyukáméknál leszünk egy pár napot. Aztán a két ünnep között megyünk majd Lilivel Kicsi Gesztenye Klub koncertre. Szerintem azok közül, akiknek van gyermeke, azok tudják, hogy mi a Kicsi Gesztenye Klub. Lili teljesen rá van kattanva, és imádja a dalaikat, úgyhogy úgy döntöttem, hogy befizetek egy ilyen koncertre. Remélem, hogy tetszeni fog neki. Ez is az egyik karácsonyi ajándéka lesz tulajdonképpen. Szerintem szép szempillákat csinál ez a Smashbox spirál, nem? Direkt nem göndörítettem egyébként be a szempilláimat, hogy lássátok, hogy önmagában mire képes, de nekem nagyon tetszik, azt kell, hogy mondjam. És akkor jöhet a szemöldök, amire a Maybelline Brow Satin
ilyen kis szemöldök formázót fogom használni, aminek az egyik fele egy ilyen vaxos ceruza, ezzel kell először így át rajzolni a szemöldököt, vagy nem is tudom, hogy mondjam. És akkor utána a másik felén pedig van egy ilyen kis szivacsos valami, és a kupakban van festék. Jöhetnek az ajkak, úgy döntöttem, hogy egy ajakkontúr ceruzát fogok használni, mind az ajkak körberajzolására, mind a kitöltésre, tehát ez lesz az alapszín. Ez a Vagegi Inca Inki Plum, ez ilyen two-in-one termék, mert hogy szemkontúr ceruzának is lehet használni, de ajakkontúr ceruzának is, úgyhogy én most az ajkaimra fogom használni. De nem önmagában fogom használni, hanem szájfénykenek rá. Ezt meg kell nektek mutatnom, hogy mennyire csodálatos. Ez a MAC Nutcracker Sweet karácsonyi kollekciójának az egyik kis ajándékcsomagja. Ez egy ilyen fiók tulajdonképpen, amit ha kihúzunk, akkor 4 darab csodálatos MAC szájfény van benne. És én most ezt a Cream Sheen Glass-t fogom használni a Nutty and Naughty árnyalatban. És úgy döntöttem, hogy teszek rá még ebből a csillogós Dazzle Glass-ből is, ez a Prancing Dancing névre hallgató árnyalat. Ide a közepére teszek. Ezzel el is készült a sminkem, remélem, hogy tetszett nektek ez a sok újdonság, illetve hogy egy kicsit beszélgethettünk. Kommentben írjátok meg mindenféleképpen, hogy ti várjátok-e már a karácsonyt, illetve hogy hogyan készültök rá. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!